Ez egy kiemelt projekt volt minden számos projekt között, egy kiemelt fontosságú projekt volt, és azt gondolom, hogy a végeredmény is repekül sikerült. Tóna polgármestere a felágnes értékelte azt a munkát, mely a Dunapart rekonstrukcióját célozta. A partszakasz egyszerre szolgálja a tornájak pihenését és a város turisztikai terveit is, hiszen már most is számos környékbeni gyerekcsoport és család vette birtokba a megújult Dunapartot. Ez most egy önálló projekt, ez a területi operatív programnak a Zöldváros projektjében nyertünk erre 240 millió forint támogatást, és most ezt valósítottuk meg. Egyébként tervezzük azt is, hogy egy másik projektből egy kicsit tovább építjük. Most ugye a, gyakorlatilag a, a vízi színpadig, vagy egy picit vízi színpad mögé nyúlik ez a projekt de szeretnénk, hogyha a stentelep is egy kicsit megújulna, és nagyon fontosnak tartom azt is, hogy a vízzel valamit, valamit kezdeni tudjunk. A hínárosodás megszüntetése érdekében rövidesen egy hínárvágó berendezést vásárol az önkormányzat másfél millió forint értékben, mely hosszú távon rendezi majd a vízminőségének minőségének javítását, ami kedvez a horgászoknak és a vízisportok kedvelőinek. A Pesso Felágnes azt mondta, olyan projektek megvalósítását tartották szem előtt, melyek vagy energetikai korszerűsítést eredményeztek a városban, vagy teret adtak a közösségi rendezvények lebonyolítására. Megítélése szerint a játszótér és a további fejlesztések a civil szervezetek programjainak majd kiemelt rendezvénytele lehet a jövőben. Én azt gondolom, hogy a mai világban egy kicsit kellenek olyan helyek, ahol megállunk, leülünk, lepihenünk. Itt a Dunapalton egyébként ilyen kis tűzrakóhely is van, és akár bográcshozhatnak egyet, szalonnát süthetnek. Tehát fontos az, hogy egy kicsit az emberek magukra figyeljenek, a családjukra, a, a barátaikra, és én azt gondolom, hogy ez egy remek lehetőség erre.